Kedves nézők, azt hiszem nyugodtan mondhatom, hogy soha nem látott magasságokban a ceglédi férfi kosárlabda. A stúdió vendége a Ceglédi KE elnöke Lázár László. Szia Laci, köszöntelek, köszönöm, hogy eljöttél. Szervusz, üdvözöllek és üdvözlöm a kedves nézőket is. Gratulálok, szívből gratulálok. Még egyszer ismétlem, soha nem látott magasságokban. Itt nem is állt a súlypont emelkedés ebben a sportágban a férfi kosárlabda. Aláírod ezt, amit, ahogy kezdtem most ezt a beszélgetést? Igen, igen, nagyon szépen köszönöm a gratulációt a csapatnak a nevében is, úgyhogy igen, valóban az eredeti elvárásaink azért ezek voltak, de a bajnokság közepén nem úgy nézett ki, hogy ez a végeredmény fog születni, akár felnőtt, akár utánpótlás szinteken. Felnőtt, bronzabajnokságban, NB1B piros csoport, tegyük hozzá. Harmadik hely, HEP kupában. Aztán majd beszélünk utánpótlásról is, például U20, de lehetne még sorolni, és akkor egy kicsit vissza az elejére, mert ez valóban nem úgy indult. Hogy indult? Hát nem így indult, hogy ez lesz a vége, és mégis sikerült kilábalni abból, amiben voltatok, és egy nagyon pazar eredményt tudtatok felmutatni, eredményeket. Hogyan emlisz vissza az őszre? És szerintem, amikor a tavalyi bajnoki évadban elkezdtük a csapatépítést, akkor én úgy gondoltam, hogy megfelelő játékosokat és megfelelő karaktereket választottunk arra, hogy a kitűzött célt elérjük, ami egyébként a legjobb négybe kerülés volt annak idején a kitűzött célunk. És ez végül is meglett, de ugye akkor a bajnokság elején nem jött, tehát voltunk mi 13. helyen is, tehát utolsó előtti helyen is a bajnokságban. Megfordult akkor a fejedben, hogy meg lesz ez az első négy? Én végbiztos voltam benne, hogy jó döntéseket hoztam, csak annak az eredmény nem voltam biztos, hogy hogyan kell megoldani, hogyan kell kihozni azt a játékosokból. Ugye itt azért már profi sportról beszélünk, itt nagyon fontos szerepe van a játékosok mentális állapotának is, nem csak a fizikai állapotának, tehát pont ugyanakkor energiát kell azzal is arra is fordítanunk, hogy ezt is egyensúlyba tartsuk a csapat szerkezeten belül, nem csak a rotációt és a csere formákat, ez egy nagyon fontos dolog, és amikor odaérkeztem, hogy ezt abban az állapotban nem tudjuk megoldani, hogy edzőváltás mellett döntöttem, amelynek meg is lett a pozitív ódiuma. Már a következő mérkőzéseken mérhető volt, hogy ez az új edző ezt a plusz dolgot, Sértő Ádám ezt ő tudta kezelni, és azokat a nehéz karaktereket, vagy fogalmazzunk így, hogy a játékosok esetében, vagy idősebb játékosokból ő meg tudta találni azt az összhangot, és össze tudta hozni őket egy olyan csapattár, össze tudta kovácsolni őket, amelyik elkezdett pozitívan gondolkodni, és természetesen ez meglátszott az eredményeken is. Mentális vetületét említetted, beszéljünk akkor, én arra kérlek, hogy beszélj egy kicsit a stábról, mert lehet, hogy arról talán néha méltánytalanul kevesebbet szólunk, mert itt azért a csapat mögött dolgozik egy csapat. Igen, természetesen, tehát nem csak a vezetőedző egyedül rakja össze ezt a rendszert, nyilván a rendszer meghatározását ő végzi el, de hogy ez tökéletesen tudjon működni, és személyre szabottan akár feladatokat lehessen meghatározni játékosoknak, vagy a hiányosságain javítani, ebben nagyon sok szerepe van a másodedzőnek, a technikai vezetőnek, a masszőrnek, a csapatorvosunknak, és még ide sorolhatnám a buszsofőrt is, hiszen ugye az sem egy fontos dolog, hogy hogyan és milyen körülmények között utazunk a mérkőzésekre. Tehát úgy, ahogy fogalmaztál, az egész stábnak a közös együttes munkája kellett ahhoz, hogy változzon a szemléletünk, változzon a hozzáállásunk a mérkőzések, illetve a célokhoz, és ezt követően sikerült egy nagyon komoly előrelépést elérnünk, és a bajnokságban nagyon jól szerepelni. Tudunk képeket mutatni a Cegléd fogott meccsről, de akár HEP kupa kapcsán említhetném CK PVSK 87-90, aztán az elődöntőben viszont a bronzmeccs az meg CK Újbudamac 90-85. Itt tulajdonképpen a döntő is, hogyha a számokat nézem, az nagyon-nagyon közel volt, 3 pont a különbség. Igen, közel volt a dönt, hogy jó mérkőzést játszottunk a PVSK-val, aki ugye később megnyerte a bajnokságot és feljutott az átcsoportban, úgyhogy izgalmas mérkőzés volt, de ezt gyakorlatilag elmondhatjuk egyébként a bajnokságban is, a döntőbe jutásnél is, tehát a MAFC 2-1-el tudott csak túllépni rajtunk, és a második mérkőzésen volt, hogy vezettünk,
úgyhogy nem sokon múlt. Necces volt nekik. Igen, hogy nem döntőt játszunk, de még egyszer mondom, hogy elégedettek vagyunk az eredménnyel. Így is rendben van. A kettő bronz közül melyik kedvesebb a szívednek? Lehet itt különbséget tenni, vagy kell egyáltalán különbséget tenni? Lehet különbséget tenni, én a bajnokságban történő bronzt jobban értékelem, hiszen ugye az egy hosszú folyamatnak a vége, ugye van egy alapszakaszunk, van egy rájátszásunk, tehát ott konstans koncentrálni kell, konstans jó eredményeket kell hozni. Ugye a HEP kupa sorozatban ugye egy-egy mérkőzésen dől el a továbbjutásnak a sorsa, de természetesen nagyon jó érzés volt egy ilyen négyes csapat közé tartozni, akik gyakorlatilag az ország négy legjobb csapatot, akik kvalifikálni tudta magát a HEP kupa négyes döntőbe. Néhány gondolat az U20-ról, szintén kizárólag pozitív hangon lehet szólni róluk. Hát igen, hogyha ha a sikernek az értékét vagy a mértékegységét meg kellene határozni, akkor azt mondom, hogy talán az ő eredményük az még előrébb való a felnőtt csapaténál is, hiszen az, hogy megnyerték a piros csoportos U20-as bajnokságot, az elején látszott már is, hogy ők jó eredményeket hoztak, hát ez egy nagyon szép eredmény. Sorozatba szállították a pazar eredményeket, meg a jó játékot. Így van, és az, hogy bejutottunk az ország 8 legjobb utánpótlás csapatába, ugye Morgan Ferdinand emlékkupán, az már magában egy nagyon extra teljesítmény, és ezt utólag nekem el is mondták, hogy senki nem számított arra, hogy mi így fogunk játszani. Úgyhogy az, hogy az első mérkőzésen nyertünk, igaz, hogy csak egy ponttal, de hát ugye a kosárlabda történelem könyvekben csak a győzelem lesz majd regisztrálva ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban. És a házigazda és az egyik legnagyobb esélyes favorit ellen is a félidőben még vezettünk egyébként az NK együttes ellen, ugye a Rádgéber Akadémia ellen. Tehát ezek mindenképpen azt kell mondjam, hogy le a kalappal a srácok előtt és az edzők szakmai stáb előtt, hogy ezekből a srácokból ezt ki tudták hozni, és ők nem ijedtek meg, hogy gyakorlatilag harmadik helyen végeztünk, és előttünk csak nemzeti kiemelt kosárlabda akadémiák végeztek, akiknek azért a szakmai háttere és az anyagi támogatottsága nagyságrendekkel magasabb, mint a miénk. Szóval ez egy óriási siker. Ez egy óriási siker, igen. Ez is. És hogyha az alattuk lévő korosztályokat nézed, a fiatalabbakat? De amit ott szeretnék kiemelni, ez az U17-es Pest megyei bajnokságban is első helyezést ért el a fiú csapatunk. Ami azért vagyunk külön büszke, mert nem olyan régóta dolgozunk együtt ezekkel a srácokkal. Tehát gyakorlatilag azt kell mondani, hogy nekik azért kiesett egy a kosárlabda sportágban ez az klasszikus utánpótlás szint, tehát ők nem 9 éves vagy 11 éves koruk óta kosárlabdáznak nálunk, hogy egyáltalán a versenyszerű kosárlabdázást ők megismerjék és rendszer szerint kosárlabdáznak, ők is ezt rengeteg munkával, gyakorlással érték el, úgyhogy ez is egy külön öröm számunkra, hogy olyan srácokkal, akik nemrég kezdték el a kosárlabdát, ilyen szép eredményt tudtak elérni. Most már hosszú hónapok, lassan egy évet mondhatok, hogy ebben a pazar csarnokban dolgoztok, azért ez is lendített a csapat szekerén, vagy a csapatok szekerén? Természetesen a technikai felkészültségi szintünk jóval magasabb, tehát az elmúlt időszakban is, vagy a következő évad tekintetében is, amikor esetleg újonnan érkező játékosokkal tárgyalunk, és a helyszínen történik ez meg, akkor ők is ámulattal fogadják azt, hogy milyen körülményeink vannak ahhoz képest, hogy itt hogyan tudunk felkészülni a bajnokságra, és ez nagyon fontos, és nagyon sok olyan fiatal játékosnak ez kifejezetten fontos volt a technikai lehetőségünk, illetve a vezetőedző és a szakmai stábnak a személye. Most hogyan tovább a következő napokban, hetekben, most június 12-ét írjuk, hogyan tovább CKE, hogyan tovább Lázár László? Hát elsősorban a következő évi csapatépítéssel vagyunk jelen pillanatban elfoglalva. A régi csapatból lévő játékosoknak is egyeztetünk, hogy ki az, aki maradni fog, ki az, aki menni szeretne, ki az, aki jobb ajánlatot kapott, hiszen ezzel is nemesünk, hogy például az U20-as csoda eredményeink tekintetében több olyan fiatal játékosunk vannak, akik kapósak lettek. Igen, úgyhogy ezek az egyeztetések még előttünk állnak, és én bízom benne, hogy a hónap végére összeáll az a rotáció, az a csapat létszám, amivel el tudjuk kezdeni az augusztusi felkészülést, és a következő évben eredményesen tudunk szerepelni. Laci, köszönöm, hogy itt jártál. Zárjuk ezt azzal, hogy végérvényesen a magyar férfi kosárlabda térképére felhelyeztétek a ceglédi férfi kosárlabdát. Köszönöm, hogy itt jártál. Köszönöm én is. Kedves nézők, ez volt a hosszabbítás. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.